Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, először is én szeretném megköszönni, hogy miniszter úr itt van még ezen a késő órán is velünk, és próbál válaszolni majd a kérdéseinkre. Én itt nem lennék olyan hosszú, mint az előző napirendnél, ott nyilván azért mentem vissza az időbe, mert ott több módosítóm is volt, határozati javaslat is volt, és próbáltam egy kicsit szélesebb kitekintést adni a dolognak, hiszen ott valóban mással is szól többről, mint az öntözéses gazdálkodás széles értelemben az előző előterjesztés. A mostani előzményei, illetve környezete valóban szívderítő volt sokak számára. Nagyon-nagyon sokkal nőtt a regisztrált holgászok száma az elmúlt időben. Ugye itt nagyjából egy 700 ezeres számot ismerünk, ami egy nagyon komoly növekedés az elmúlt 3 évben, és az is megfigyelhető volt még itt a legnehezebb időszakokban is, itt tavasszal is egyébként, hogy ott is nőtt a horgászok száma. Ebből a szempontból tehát azt gondolom, hogy ez persze egy helyes törekvés, hogy vannak és lehetnek technikai jellegű javaslatok, folyamatos előrelépések, konkrét vonatkozó jogszabályokat folyamatosan felül kell vizsgálni. Azonban mégis azt kell, hogy mondjam ebben a tekintetben, hogy a frakciónk a szerint vizsgálja most az előterjesztéseket ebben az időszakban, a járvány közepén, hogy mennyire időszerű egy-egy kérdéssel foglalkozni, és talán mennyire érne rá egy kicsit később, vagy a járvány legnehezebb időszakának elmúltával. Én azt gondolom, és nagy tisztelettel mondom miniszter úrnak, hogy az előző javaslattal szemben talán ez még némi újragondolásra szorulhatna, és idő is lenne rá, semmi nem sürget talán ebben a konkrét kérdésben. És pár vonatkozását hagyj említsem meg itt a javaslatnak, ami talán egy újragondolás tárgyát képezhetné, vagy ha már mégis végigmegy az országgyűlésen a tárgyalásra, akkor esetleg a változtatást. Én is azt gondolom, hogy a jogkövető magatartás nagyon fontos és elsődleges. Ugyanakkor pláne egy olyan helyzetben, amikor igen sokakat érint ez a konkrét kérdés, és egyre több magyar állampolgárt, akkor a halvédelmi bírság összegét ilyen drasztikusan növelni ebben az időszakban nem biztos, hogy a legfontosabb kérdés. Azok számára felmerült ez a kérdés, azon szakértők számára, akikkel mi tudtunk erről a kérdésről beszélni, de még egyszer mondom, jogkövető magatartás fontos, csak nem biztos, hogy pont most van ennek a kérdésnek itt az ideje. Ugye szabályozta itt a törvény által elveszett, bizonyos szabályozza a törvény által az elvesztett, megsemmisült dokumentumok pótlása kapcsán is több kérdést. Itt díj ellenében történik ezeknek a pótlása, és az is elmondható, hogy az adminisztratív terheit részben növeli a horgászoknak. Nem csak ez, hanem egyéb pontok is a javaslatban, illetve az eljárási díjak bevezetésével. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a javaslat igazából a nyugdíjas specársoktól az ifjú horgászokig végső soron azért tartalmaz teher növekedéseket is. Úgyhogy mivel ennyire széles néprétegeket érint ez a kérdés, és a túlnyomó többsége a horgásztársadalomnak azért nem feltétlenül a felső 10 000 köreiből kerül ki, ezért azt javasoljuk miniszter úrnak, hogy fontolják meg, hogy biztos, hogy ezeket a passzusait a csomagnak most kell bevezetni. Egy járvány kellős közepén arra kérjük önöket, hogy ezt a részét a törvényjavaslatnak mindenképpen gondolják újra. Köszönöm, elnök úr!